A Hungarokontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRT fennállásának 10 éves évfordulója alkalmából támogatni kívánja azokat a településeket, ahol kihelyezett radarállomásaik vannak. Ennek érdekében 25 millió forint pályázati alapot különített el. A pályázattal támogatni szeretné a társaság a működési környezetében élő lakosok életkörülményeinek javítását, az esélyegyenlőség megteremtését, a természeti környezet megóvását, valamint kulturális programok megvalósítását. Püspökladány város önkormányzata is élt a felkínált lehetőséggel. 3 pályázatot nyújtanak be, összesen 3 millió 750 ezer forintot igényelve. Az, hogy milyen pályázatokat ad be egy önkormányzat, természetesen azt minden település saját maga dönti el. Itt Püspökladányban én úgy gondolom, hogy elindult egy olyan újfajta kezdeményezés, ami június 30-án fog kezdődni, melynek a Ladányi Nyár a neve. Én úgy gondoltam itt a képviselőtársaimmal együtt, illetve a pályázókkal, hogy legyen ez az első prioritás, tehát adjuk be a pályázatot erre az újfajta kezdeményezésre, hiszen nagyon fontos az, hogy amikor elkezdődik ez a Ladányi Nyár, itt a főtéren olyan környezet fogadja az ide látogató embereket, püspökladányiakat, vidékieket, vagy akár külföldieket is, ami arra biztatja őket, hogy a későbbiekben is visszalátogassanak ide Püspökladányba, és mindenféleképpen szeretnénk itt a főteret fásítani, virágosítani, hogy egy nagyon szép környezet fogadja az ide látogató embereket. A második pályázattal a közel 20 év után újrainduló ifjúsági ház felszerelését kívánják megvalósítani, hiszen a város vezetés célja, hogy a ladányi ifjúságnak legyen egy olyan helye, ahol kulturáltan tudnak szórakozni. Ez az ifjúsági ház egy olyan színtér lehetne a gyerekeknek, vagy lesz is, inkább most már így mondom, hogy tehát együtt tudnak lenni baráti társaságok, együtt tudnak gondolkodni, együtt tudják tervezni esetleg a szabadidejüket, tehát tudnak beszélgetni, meg tudják osztani egymással az örömeiket, bánataikat, és természetesen, ha felnőtt segítségre van szükségük, akkor természetesen az önkormányzat, a város olyan szolgáltatásokat is kíván bevonni ebbe az ifjúsági házba, amely a gyerekeket elősegíti, hogy tudjanak boldogulni. Tehát a második pályázatunk a Hungarokontrolnál az ifjúsági házra irányul. Eszközöket szeretnénk beszerezni, hiszen egy hatalmas nagy udvar is rendelkezésére áll az ifjúsági háznak. Ide szeretnénk szalonnasütőket, főzőhelyeket kialakítani, kinti padokat, ha jó időben a gyerekek ott tudjanak főzni, tehát megtanulják egymástól azokat a lehetőségeket, ami az életben előrébb viszi őket. A harmadik pályázat hosszú gondolkodás eredményeként született meg. Városunkban az elmúlt években felújították a játszótereket, ám mivel a családok előszeretettel járnak ki a Farkasszigetbe is, felvetődött az ötlet, hogy itt is létre kellene hozni egy fajátékokkal felszerelt játszóteret a gyerekek számára. Ebben tehát földszinti játékok is lennének, ahol a kisebb gyerekek tudnának szórakozni, illetve a nagyobb gyerekeknek mászófal, ügyességi játékokat szeretnénk beszerezni. Úgyhogy május 10-éig kellett beadni a pályázatot, ezt megtettük, és várjuk a sikeres elbírálást, és én úgy gondolom, hogy valamelyik sikerülni fog. A Hungarokontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat tehát 25 millió forintot kíván elosztani 9 budapesti kerület és ugyanennyi vidéki település között. Ebből Püspökladány 3 pályázattal összesen 3 millió 750 ezer forintot igényel. A Ladányi Nyár rendezvény sorozatánál 750 ezer forintra állítottuk be a pályázatunkat. Én úgy gondolom, hogy ebből az összegből meg lehet valósítani azokat a dolgokat, hogy tudunk virágosítani, tudunk eszközöket beszerezni, vagy ha bérlünk fénytechnikát, akkor ebből az összegből ki tudnánk ezt a bérleti költséget fizetni. Nagyon szeretnénk a gyerekeket szórakoztatni minden szombaton. Ehhez ilyen kézügyességi köröket szeretnénk betervezni, természetesen ehhez kellenek eszközök. Tehát ebből a 750 ezer forintból ilyen eszközbeszerzéseket, tehát anyagokat szeretnénk vásárolni, virágosítani, úgyhogy kültéri padok kellenek majd a rendezvényhez, úgyhogy lenne hova költenünk a megcélzott 750 ezer forintot.
A kultúra támogatása és a város népszerűsítése tehát fontos a városvezetőknek. Az ifjúsági ház pályázatát is körültekintően állították össze, hiszen az új intézmény beindítására és működtetésére az éves költségvetésből nem különítettek el forrást. Az ifjúsági háznál ott már egy kicsit nagyobb összeget terveztünk be, 1 800 000 forintra állítottuk be a pályázatot, mert mondjuk meg azért őszintén, tehát ez egy nagyon pozitív kezdeményezés, hogy legyen ifjúsági ház. De azért tisztában kell azzal lenni, hogy februárban a költségvetés elfogadásakor a képviselőtestület nem különített el forrást a művelődési háznak a finanszírozására. Tehát ezt úgy kell megoldani az önkormányzatnak, akár a rendbetételt, a festést, mázolást, egyebeket, illetve az eszközökkel való feltöltést, hogy pályázati úton kell, hogy megvalósítsuk, hiszen nincs rá forrásunk. Bízom benne, hogy ha nem is az egész összeget, de valamennyit megkapunk erre, és akkor el tudjuk készíteni ezeket a kültéri szalonnasütőket, főzőhelyeket, padokat, asztalokat, eszközöket. A gyerekek számára tervezett fa játszóteret 1 200 000 forintból szeretnék a pályázat segítségével megvalósítani. A támogatásokat felajánló Hungaro Control az eltelt egy évtized során hazánk egyik legsikeresebb állami tulajdonú vállalatává nőtte ki magát, hiszen ez idő alatt 40%-kal nőtt a magyar légtér forgalma. Az éves bevételük meghaladja a 100 millió eurót, ennek nagy részét pedig a légitársaságok fizetik számukra. A jeles évfordulón tehát a nyereségükből tudják támogatni azokat a településeket, amelyek környezetében kihelyezett radarállomásuk található.